Nemes? Szilasi Polidert keresem, nem? Nemes. Ott van, ott van. Így mi? Úgy magasra ezt, ezt meg így mindegy magasra. Úgy tartsak, hogy inkább ezt az. Következő, és közben kellnek a tetraéder, nem? Te ne felejtél vissza. Tehát, tetraéder. Mit tud a tetraéder? Képzeld el, bármelyik két csúcsát élköti össze. Oszta! Nincsenek jártója, se lapátója, se testátója. Hűha! Egy császárákos nevű kisfiú, egy matak versenyen találkozott ezzel a példával, hogy bizonyítsd be, hogy a tetraéden kívül nincs is más ilyen test. Már mit korrigál? Csíklapok általatáról test. Azt mondod a kisfiú, ma már professzor emeritus, hogy hát ha konvex, nem lehet benne elbújni, akkor be tudja bizonyítani. Ha viszont konkáv lehet a test, akkor íme itt van, 7 darab csúcsa van ennek a furcsa testnek, hát kicsit ugye ott be van hupi meg minden, 7 csúcsa van, és nincs neki átlója, tehát egy átló nélküli test. Világszenzáció, úgy is hívják, hogy császárféle poliéder, császár Ákosnak köszönhetően. Visszaadom, jövünk Fermá irányába. Ugyanakkor kedves barátunk, Szilasi Lajos, ő volt a díszvendég a Fermá szülőházában a 3. évfordulón, őről nevezték el ezt a testet, amit ő konstruált meg. Ugye mint gátok kitalálták sokan, de az, hogy síklapok által határolt test legyen, ahhoz ő kellett, ez a híres Szilasi poliéder. Ugyanazt tudja, mint a tetraéder, hiszen nem csak a csúcsok, a lapok is tudnak különlegességet. Bármelyik két lapja érten szomszédos. Van-e még ilyen test? Te már tudod a választ? Igen, itt van a Szilasi féle poliéder, 7 lapja van, és bármelyik két lapja érten szomszédos, most jól mondom. Bármelyik két lapja érten szomszédos. Aki nem hiszi, próbálja ki. És képzétek el, meghívták a Szilasi Lajost, és francia szakiskolások rozsdamentes acélból meghegesztették ezt a polédert, és mint a matematika egyik szent gráliát, az ünnepség keretében a Fermá szülőházában, tehát nem akármi, ezt avatták föl. Meg azt se tudjuk, hogy van Szilasi poléder. A csodálatos. Már tudjuk. Szóval érdemes utána menni, és hát nagyon híres, hogy Dürernek is van egy polédere, és furcsa, hogy nagyon kevés poléder testet neveztek el magyar rendelről. De a gondolsz a Rubik kockán, meg sok minden más jelre, nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan geometriai objektum van, amit magyar emberről neveztek el. Nyugodtan szabad néven nevezni, és legyen egy a matematika szertárba, pláne készítsük el otthon, és akkor utcú nekünk. Ez volt tehát akkor az egyik irány, és most jössz le. Ez közül ad körben nagyon tanulságos. Szilasi Lajos, stb. Szóval a következő történt, ugye ötször. Tudsz elkezdeni ötszöget? Van nálad ötszög? Tetraéder nem volt, megegyeztelek. De ötszög, hát ha. Van ötszöge? És százas? Nagyon viccelek. Szóval, ötszög. Hogyan lehet az embernek ötszöge? Háromszöget tudsz elkezdeni, négyszöget, ugye négyszöget tudsz elkezdeni, a szabályos. Hogyan lehet ötszöget elkezdeni? Nagyon meglepő, semmi más nem kell hozzá, csak egy papírszalag. Ugye mindenki ismeri, szintén népi hagyomány útját terjed. Ez történik most is, nem tudom, hogy kitalálta ki, de több száz éve ezt már lehet tudni, hogy a természetben, a világon és sok minden szinten, ugye látod az olajmetszést a pentagrammában, a kicsi a nagyra kombinálni, mint a nagy az egészhez. És ezt egy papírcsikra kötött sima csomóval, tehát egy sima csomót kötöttél rá, itt látod, húzott, és íme, ha nem vagy elég agresszív, hanem szépen türelmesen simogatod, ott keletkezik a sabályos ötször. Egy sima csomót próbálják kötni. Én most ilyet nem húztam meg szorosra, de ugye látod a szabályos ötszöget, ott van benne. Csak átnézel rajta, a pentagramra is kirajzolódik. Tehát sima csomót kötsz, akinek nem sikerül, utólag majd az előadás után kötünk egy csomót, meg barátság. Szóval. De nem van. Mire jó ez, ha tudok ötszöget csomózni? Hát tudod, kőző vonalzóval is szerkeszteni, kihasználod az aranyletést, van rá módszer, hogy csináld ezt, kőződ, oda, miért, oda, bum, és kéne egy szabás ötször. Na most akkor, képzeld el, van egy olyan test, úgy hívják, hogy dodekaéder, 12 ötször a határolja, és egy elég hosszú papírszalagból ötszögeket egymás mellé csomózva lehet csomózni dodekaédert. Akinek először sikerül, külön díjazta, külön meglepetés volt. Múzeumban van egy példány, az ős példány, ötszögeket egymás mellé lehet csomózni, megfelelő módon, és külön dodekaéder. Hűha. Na de, a meglepetés az, hogy te ezt a kőzővel vonalzóval elvizi szerkesztéssel nagyon fontos, hogy tudjál szerkeszteni, mert sokféle szerkesztés van még azon kívül is.
mindenféle szerkezetek léteznek, mechanizmusok és sok minden más, mindegyik tud valamit érdekesen rajzolni. Tehát például ez a zsebkörzővel, képzeljétek el, tudom rajzolni Archimédész is spirális, mondjuk a kör mellé így, ha így rátekered a csuklómra, akkor itt látod, hogy ez a pont így szépen így tekeredik, tekeredik és így szépen rámegy, vagy visszafelé, visszafelé, és akkor szépen így kifelé is menni. És még sok minden más ilyen lehet. Például tudjuk, hogy hogyan lehet rajzolni ciklóiszt? Ciklóiszt. Na ugye, képzeljétek el, hogy a Bernoulli testvére annak idején azt vizsgálták, hogy két pont között milyen alakú lejtőt kell rajzolni ahhoz, hogy a leggyorsabban leguruljon egy golyó. Súlódás nem tesek. Addig-addig számolt, amíg kiderül, hogy a ciklóiszt a megoldás. Ki az, aki szeret biciklizni? Naponta rajzoljátok a ciklóiszt. Nem is tudtok róla, üdös banya. Szóval, tele van a város ciklóiszokkal. A következő. Gurul a bicikli, ugye? Tehát halad, de közben a pedál forog is. Vagy akár a kerék. Hogyha a pedálnak a végén van az a fényjelző, sötétben meg valaki, és nézed, hogy a pedál végén lévő kis fény visszalerő, milyen pályát ír le, akkor pont egy ilyen ciklóiszt. Tehát halad, forog, ugye? Előre halad és közben forog. Tehát ez tulajdonképpen a ciklóiszt rajzolásnak a legjobb módja. Tehát például van egy logikai feladat, bizonyítsd be, hogy igaz-e így is lehet kérdezni, hogy a vasúti kocsinak mindig van olyan pontja, ami a haladás irányjal ellentétesen halad. A vasúti kocsi kereke felemes, a felemes egy pontját megnézed, az egy olyan ciklóiszt lesz, ami így jön, és mindig így visszacsap. Turkol ciklóiszt lesz, ott amikor alul visszacsapod, alul a perem alatt, tudod, mindig ott bújnak meg a baktériumok, akkor zsiu, és jön, mindig visszafelé halad. És csomó ilyen feladat van belőle, az a lényeg, hogy igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, és sok minden lehet belőle hozni, de most jön egy újabb fejezet, gyerekek, ezt nem tudom, hogy merjem-e, tehát így elalvás előtt, mert ezt nem fog tudni aludni, tehát végül is legyen, aminek lennie kell. Van ugyanis egy könyvünk, mindjárt keresem itt van link. Nézzétek meg, ez a bácsi mit rajzolt ide, vagy fotózott ide, és én is láttam ezt a képet, úgy hívják ezt, hogy Klein Pille palack. Képzeld, egy légy mászkál rajta, és úgy tud kívülbelül végmászkálni rajta, hogy nem kell sehol átmenni egy peremen, nem kell átrúgni az üveget, vagyis ennek a felületnek egy oldala van. Azt a mindenki. Nem lehet. Úgy, hogy gyorsan elkészítettük, ezt a Klein palack, látom, milyen otromba, ilyen furcsa, ilyen, nagyon furcsán néz ki. Na ez a magyar változata a Klein-Pille palacka, azért, mert ez megáll a saját lábán, látod? Tehát ez azért nagyon fontos. És nagyon vicces, itt van a kis gyöngyök, és kísérletezni fogunk, hogy mitől különleges egy olyan alakzat, és két szíves neked. Már így a gyöngyök nekem csak előre. Jó, is, hogy tartok. Pár ilyen gyöngyöt berakok, gyöngyöt belemennek, úgy szépen, vízzel szoktam, de most ez volt kéznél. Ugye látod, beleraktam a gyöngyöket, mindenki lát, most laktam bele. Menjünk ki. Most laktam bele. A cirkuszbert úgy használják, hogy jön a jó bohóc, lerakja a kalapját, a gonosz bohóc kivasetlenkedik, bejön egy vödör vizet, elmegy. És azt lájolta a függöny mögül, a gyerekek visolgatnak, hogy jön a jó bohóc, hogy ne vedd föl! Az meg oda megy, fölveszi a kalapot, most ütötték be a vizet, és ugye így rakja fel a fejét, nem történik semmi. Utána leteszi a kalapját. A fekete bósz nem érti. Most ütötte be a vizet, itt tragédiának kellett volna történnie. És hogy kár örömmel minden visszalapolyta. Szóval, oda megy, meg mi történt, valamit elrontottam. És ő persze így veszi fel a kalapját, és iszonyú jó, hogy akkor önti magát a vízzel, és a gyerekek sígyülnek, hogy úgy kell neked, úgy kell neked. Tehát, hogy nagyon furcsa dolgokat tudnak ezek az alakzatok. A Klein-Pille palack, és akkor nem tudom, hol van a Mária? Mária drága, hogy van? Itt vagyok. Ünnepélyesen tehát a felvidék első Klein-Pille palackját hagyadjam át. Szentóban fejlődik a felvidéki magyar matematikai műtel. Fantasztikus egészséggel. Sikerül. Na most. Ja. Most, de ez nagyon bonyolult.
És akkor azt mondta, hogy csókolom, nekem van 4 szívószám, amit tetszett az előbb rám tukmálni, meg valami papírszalag is van, hát most akkor, hát én most itt tehát hogy kell ezt kapcsolódni? El is gondoltunk, tehát először is mindenki csomózza vissza ki a papírszalagot. És gyerekek, szégyellem magamat, hogy messziföldről jön egy ember, és most hulladékot fogunk gyártani. Sok papír szín, selejtő. Ugyanis, a tisztességes papírnak ugye mindenki látja, hogy két oldala van. Hogyha egy összeolvasztva, így várj, ki kell simítani, hogyha összegubancolódik. Kicsit meg kell húzni, hogy itt találkozunk. Lesz kérdezik. Örök, hogy találkozunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ott még nem jártam. Mikor mehetünk? Majd jelentkezem, jó? Jelentkezem. Nekem kell tolmácsolni. Jó, jövünk. Viszont mehetünk. Sziasztok. Ez komoly. Köszönöm szépen. Most én azért mondom, hogy a sok minden, én is úgy hallottam, és szenvedjetek nincs. Szóval, akinek van tovább fejlesztési ötlete, szívesen látom, és fejlesztjük ide a repertoárban. Tehát a lényeg az, hogy papírszalag, ha így összerakom egy hengerpalást, mindenki látja, hogyha félbevágom, szétjön két keskenyebb kis karikára, ugye? Hogyan lehetne egy oldalú feliratot készíteni ebből? Semmi más nem történik, csak egy félfordulattal fogjuk így összeragasztani. Ez lesz a Möbius szalag, ami arról híres, hogy egy oldala van. Ez nagyon egy oldalú. Nézzük meg. Tehát össze fogom ragasztani, itt a ragasztó, körbeadom mindjárt, készültem, és mindjárt rosszabbodunk vele. Hoppá! Oda-oda-oda. Van még benne ragasztó, úgyhogy van esélyetek. Aki teheti, akit érdekel, nyugodtan ragasztó össze egy félfordulattal. Tehát nem így ragasztom össze, hanem egy felet fordítottam. Úgy. És lehet tippelni, hogy mi lesz belőle akkor, ha ezt a furcsa szalagot most itt a középvonalánál félbevágom. Hólom, akkor hát ettől itt volt valami. Tehát kérem, tessék tippelni, már három is, de közben még várok a tippekkel, aki eltalálja. Ugye, kedves Mária, az kaphat jutalmat. Van valami, igen. Tehát nézd, mutatok. Nem így keresztben, hogy könnyű. Így hosszában. Tehát így a középvonalánál elkezdem így vágni. Kérdés, hány darabra esik szét, ugye a hengernél két kis darabra jött szét, és nem kapcsolódtak össze. Hány darabra esik szét, a részek összekapcsolódnak egymásba, vagy szétjönnek, és hányszor vannak megtekerve, ugye az eredeti szalag egy fél fordulattal lett megspékelve. Próbáljátok meg kitalálni. Tehát? Egy darabban marad. És nem fog tudni szétjönni, csak ugye... Hát egy darabban valaki nem jön szét, oké? Okay. Kérlek, és azt mondja, hogy szerintem kettőt balat léci. Kettő? Kettő? Ez az, teljesen bátor ember. Kettőnél többet nem mondjatok. Tehát a kettő az, ami jó, oké? Okay. Tehát egy vagy kettő. Hányszor lesz megcsavarva? Ugye ez most egyszer, szerinted? Szerintem marad az egy. Úgy, tehát... Okay. Egy, nem lesz meg. Szokott jelenni, hogy kisimul, mint a tudod, ez a padulásokban, kisimulnak ráncai, tehát kis izélyes akkor majd. Tehát volt akkor egy félfordulat, ki van kettő, na, kettő, három a szívem mondani, három, az is még számít, gyerünk, három, négyen, négy, az a négyzet száma, négy, mondhatok én négyet. Köszönöm szépen a négyet, négyé többet, hát azt nem érdemes mondani. Szóval. Közi. Szóval nézzük meg, hogy mi lesz. Ugye ez megtapasztalás, oda megyek és vágom. De közben egyre rosszabbul érzem magam. Miért? Nem az. Hát gondolod, de ezt a sok papírt mind a hulladékba termelem, és akkor munkálkodik bennem az ökomatematikai múzeumnak a gondolata, hogy hogyan lehetne ezt kiváltani. Közben ránézek a nagymamára, hogy nagymama, megint itt a jövőket tesszük tönkre, vágjuk a sok fát ki, és akkor papír is elgondolsuk, mi lesz akkor, hogyan. És akkor elmondanám, hogy látod, hoztam sok minden. Kupakokat, egyeteket, ami mind arra való, hogy lehessen vele játszani. Piros, fehér, zöld kupakok, látod, leraksz három kupacot, egyszer az egyik játékos csak egy kupacból vehet el akármennyit, az veszi, aki az utolsót elkerülteni. Úgy hívják ezt a játékot, hogy minden nevű játék. És még számtalan játékot lehet játszani, egyszerű kupakokból, hát és a piros, fehér, zöld az meg amúgy is egy kicsit ilyen irredental, ilyen billentfelhívó és körben is. Szóval, a lényeg,
hogy mindenről, hogyan lehet ezt a problémát megoldani. És erre dolgoztuk ki a titkos labor, ugye Sándor? A mínusz, nem tudtuk, ötödik emelet, nagyon-nagyon titkos szinten, a megoldást erre az a környezetszennyezési problémára, mert a nagymama varró dobozában találtunk bontásból készült cipzár. És látható, hogy a cipzár végén patentok vannak. Így a henger, de ha így patentolom össze, akkor bizony már így a Möbius cipzár. Vagy mondhatnám, hozzáfe cipzár, de ezt nem Möbius találta már ki, ez már saját kilódás. És össze lehet patentolni, azaz szét tudom cipzározni, nem kell vágni szét a papírt, újra hasznosítható modellt készítettünk hozzá, ajánlom mindenkinek figyelmébe, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Összepakolod nekem, akkor így szépen ügyesen. Vagy szétszeded először csak úgy a közepénél, és akkor csak kettő patentol össze. Úgy értem, hogy ezt be tudjuk mutatni, ezt a kérdést. Édapányán. Szóval a lényeg az, hogy mindjárt készül az ökomegmentési akció. Ezt azért most már szétvágom, ahol belekezdtem. Vágom, tehát akkor mindenki megvan a tétjét, megtette mindenki, és akkor itt tekerem, még mindig tekerem, ugyanolyan tekerem, és nagyon meglepő dolog következik, mert amikor itt körbeérek, akkor bizony... Egyben maradt. Hányszor van nektek erről? Az ember így nézi, most figyelünk, hogy ne kunkorodjon össze. Tehát elvileg itt az alja a sima, és akkor nézem, hogy 1, 2, 3 és 4 félpudlattal. Ugye? Ez megérzés volt. Most persze gondold el, hogy ugyanez, és ezért fontos a cipzár, hogy ezt megint félbe lehet vágni, kérem a tippeket. Vagy ott a szalag, nem felezem, hanem harmadolom. Vagy nem Möbius szalagot fogok harmadolni egy félpudlattal, hanem 2 félpudlattal. Tehát a cipzára lehet szórakozni, hogy itt patentolom, vagy úgy patentolom, vagy amúgy patentolom. Tehát tulajdonképpen ez egy topológiai kísérleti eszköz, hogy miféle szalagok vannak, táblázat hányszor tekert, felezem, halmadolom, hagyarolom, és oda az évben beírom, hogy is mit kaptam. Nagyon nehéz megmondani. Na most, sikerült? Nem lehetett volna különkörés, mindig így tudom, hogy nagyon szerencsés. Húzod, így megvan, és akkor nézzük, hogy tényleg kijön ezzel is. Úgy megyek tovább, ez megvan, itt megyek így, látod, felezem még mindig az óriás Möbius szalagomat, úgy, nyit. Valamit most rosszul cipzel aztán össze. Mert mi volt? 2-szer folytottad meg, tehát íme megkaptuk, hogyha nem egy fél pont, hanem 2, akkor 2 részből áll, és a 2 rész így össze van akadva. Nagyon nehéz megmondani, azt még ki lehet agyalni, hogy vajon hányszor tekeredik meg hány darabból lesz, de azt megmondani, hogy össze vannak akadva, meg ilyesmi, ott már kell azért nagyon figyelni a térben. Most hát sajnos topológia vizsgán ilyen kérdéseket fel tudnak tenni. Szeretném matematikus lenni, ugye? Most gondolod, kihúzod ezt a tételt, és hát te nem azt mondtad, hogy 2-en vannak, hanem 3-an, nem azt mondtad, hogy összeakadnak, hanem az, hogy szétjönnek, de hát megsajnál téged a vizsgáztat, és azt mondja, hogy hát tudja mit? A 2-esért, ha visszacipzározza, a 2-es megvan. Tehát visszafelé se könnyű. Köszönöm szépen. Próbálj meg. Na most, ezek igazán a nehéz dolgok, és elhoztuk Böszörményi Istvánnak a próbálkozását, ami hát művészi színvonal már, vagy nem tudom, még kutatás tulajdonképpen, hogy hogyan lehetne a Klein palackot, ami most már megvan, siklapokkal modellezni. Tehát ez egy Kleinféle palack, csak szögletes. Tehát ezt már siklapok határolják. Meg lehet nézni, itt lesz a kiállítás folyamán, tehát tényleg ez egy Kleinféle palack. Aki nem viszi, nézze, működik. És akkor eljutottuk odáig, hogy tulajdonképpen egy amajás kis papírszalaggal egy egész tábort meg lehet tölteni, annyi mindent lehet kihozni. Még mutatok valamit, amit a feleségemről neveztek el, vagy nem tudom, lehet mégse róla. Egy papírszalag kell hozzá. Nagyon egyszerű játék, hogy készítsünk egy görbét. Mutatom. Hát, hogy egy anyagban mit lehet játszani. Itt ez egy szakasz. Első lépés, félbehajtom. És a hajtásnál így derékszögbe illesztem. Ez az első lépés. Második. Visszahajtom, megint félbehajtom, és mindenütt derékszögre kihajtom. Ez a második lépés. Ezt a végtelenség lehet folytatni matematikailag, fizikailag persze előbb-utóbb hát gondok lesznek. Tehát például meg lehet tippeltetni azt a gyerekekkel, hogy ha egy papírlapot, elég nagyot, 0,1 mm vastag papírlapot, hát szólt, 50-szer félbehajtok.
milyen vastag lesz tippelnek? Tehát 0,1 méter vastag, akkor lesz mint egy cselebogár, kisegér, cica, kutya, tehén, elefánt, ekkora lesz. Más tipp, aki nem ismeri, az azt tippelje. Szerinted, hogyha a fiatal ember, ne bújja, igen, igen. Ha egy 1,1 méter vastag papírlapot 50-szer példahajtok, milyen vastag lesz? Mint a macska. Mint a macska. Ugye, és akkor látjuk, hogy az már nagyon nagy lelkű volt, hogy nem ennek mondtál, ugye? Képzeld, ki lehet számolni kapásból, olyan gyorsan duplázódik a papírhajtogatásnál a vastagság, hogyha tényleg 50-szer félbe lehetne hajtani egy papírlapot, állítok a virágcsúcs 11 vagy 12 talált. Tehát nincs akkora papírlap, amit ennél többször össze lehetne hajtani, mert olyan gyorsan vastagszik, mert a kettő hatványok olyan gyorsan növekednek, képzeld el, ez nagyságrendileg akkora, mint a Föld holt távolság. Ha 50-szer félbe lehetne hajtani. És ezt kérjük kiszámolni. Tehát nagyon kell vigyázni, amikor azt mondja, mondjuk már nem tudom én, a világban jött, és azt mondta, hogy legyen mindig 3%-os a növekedés. Hát tessék belegondolni, hogyha mindig exponenciálisan ugyanannyi szoros növekedés lenne, hát akkor pillanatokat kifogyna a Földön minden, mert egyszerűen olyan gyorsan nőnek ezek a hatványok, ugye tudom, hogy exponenciális függvény, hogy az írgúgúzgom, az életveszély, tehát hülyeségeket beszélnek folyamatosan, de én mindig mondom. Most ezek szerint papírnak van ezt szépen lehet hajtogatni. Mit kapok akkor, ha elég sokat hajtogatok? Köszönöm szépen Sándor. Animáció. Képzeld el, egy ilyen ágas, bogas, úgy hívják ezt, hogy önhasonló alakzat, vagyis fraktál. Holnap, ha minden igaz, fraktálokkal sokat fogunk foglalkozni, játszani és egyébként játszani. És mire jó az a matematika órán, nagyon szép színes játékos, ilyenekkel képzeljétek el, ilyen úgynevezett, mondom, hát feleségemre nevezték el, ja, nem ő házi sárkány, nem, ez csak simán sárkány görbe. Csak simán sárkány görbe. Nehogy visszamondjátok. Nem fogok kacsit meg ilyen. Szóval a lényeg, hogy ilyen sárkány görbékkel ki lehet parkentálni a síkot, amit a négyzetrácsot le lehet tenni szépen, ügyesen.